Tavaly volt, akinek Szekszárd polgármester és alpolgármestere személyesen vitte ki a karácsonyi csomagot. Az önkormányzat munkatársai hetekig dolgoztak az adományok célba juttatásán. Idén is kapnak ajándékot a 62 éven felüli szekszárdi szépkorúak karácsony közelettével. Az igénylés regisztrációhoz kötött, amelyet november 18-ig lehet személyesen, telefonon a 0674 999 333-as számon, vagy elektronikusan a szépkorkukat@szekszárd.hu e-mail címre küldött levélben megtenni. A kérések figyelembe vételével a csomag összeállítása, tartós élelmiszerek vannak benne, és természetesen az ünnepre való tekintettel édesség is kerül. Gyakorlatilag a kérések maximális figyelembevételével alakulnak a dolgok. Gyurkovics János azt is hozzátette, hogy a csomagosztása december 6-ától 16-áig kerül sor a mindenkori COVID szabályok betartása mellett, aminek a módjáról a csomagosztások előtt tájékoztatják majd a lakosságot. Eddig már több mint 3300-an adták le igényüket a karácsonyi adomány iránt.